Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma esti vendégem Drahos Béla, székesfehérvár díszpolgára. Szervusz! Szervusz! Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves televíziónézőket! Liszt Ferenc Díjas fuvolaművész, karmester, 1986-ban, tehát idestova 30 esztendeje az év művésze, 88-ban Bartók Pásztori díj, aztán Magyar Köztársaság érdemnek kiskeresztje. De mi nem ezért szeretjük Drahos Bélát, hanem azért, hogy 2000 óta elhozta nekünk a klasszikus zenét Székesfehérvárra, karmesterként, művészeti vezetőként, az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral együtt. Most viszont egy kicsit a múltat idézzük meg. Kaposváron születtél, egy olyan családban, ahol a három fiú testvéred zenélt. Te viszont még pólyás voltál, amikor már, ha úgy tetszik, kénytelenségből, de meg kellett, hogy ismerkedjél a zenével. Igen, az én szüleim nem voltak muzsikusok, nem voltak zenészek, illetve annyit azért szabad hozzátennem, hogy édesanyám Kaposváron a Jézus Szíve templom kórusában énekelt, tehát óhatatlan volt, hogy gyerekeket ugye vitték mindenhova, hát akkor még nem volt, hogy gyerekekre vigyáznak, és hát igazából az volt a nagy szerencsém, hogy egész picit, hát ahogy mondottad, pólyásként már ugye zeneiskolába jártam, mondhatom, és hát hol hegedű órán, hol zongora órán, hol egyéb órákra látogattam be, mind a féle gyerek, hát nem tudtam meg lenne egy helybe, és hát nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadtak. Míg nem aztán egyszer csak jött a csoda az én életemben, hogy egy nagyon kedves házaspár toppant Kaposvárra, Csupor házaspár, és hát ők fuvoláztak mind a ketten, és édesanyám elé oda feszültem, hogy akkor most én szeretnék fuvolát tanulni, és hát az nem volt olyan zökkenőmentes. 8 esztendős voltál mindössze. Igen. Miért a fuvola, illetve kiderítette ki, hogy te voltak éppen egy őstehetség vagy, hiszen ez elvitathatatlan. Főleg annak tükrében, hogy egy esztendővel később Kaposváron a Csiki Gergely Színházban már a János Vitéz szólamot fuvoláztad. Ez ilyen nincs a világon, mondaná az ember. A csoda abban rejlett, hogy tehát fordítva ezt a gondolatmenetet, édesanyám megkérdezte a Laci bácsitól, hogy a gyerek tanulhatná fuvolázni. A Laci bácsi fölnevetett, hát Drahos néni, hát 14-15 éves korban kezdenek fuvós hangszereket, főleg hát fafuvós és részfuvós hangszereket tanulni a diákok, hát az túl korai, és hát nagyon csalódott voltam, és azt hiszem, hazafelé is írtam, és de hogy én csak fuvolázni szeretnék. Na a lényeg az, hogy egyszer aztán a Laci bácsi azt mondta, hogy egy utolsó óra után jöttünk ki, már zárták be az épületet, hogy mégis ez a gyerek szeretne fuvolni, nem lehetne valami módot találni erre. És akkor aztán Laci bácsi azt mondja, na jól van, előveszem a hangszert. A fejét, hogyha meg tudja szólaltatni, akkor elkezdhetjük. Na most tudni kell, hogy a zeneiskola mellett ott van a rendőrség, meg a rabok, meg mindenféle hát, kétes alakok, és ez most van a mai napig is. És akkorát szólt a fuvola, hogy mindenki fölébredt, és nagy ováció volt, és akkor így tulajdonképpen elkezdtem fuvolát tanulni, és 2 hetes volt tulajdonképpen az én tanulmányom, amikor a Bartók Rádió egy egyenes adásban egy kórushangverseny, a Kaposvári Vikárkórust mutatta be, és ezen tulajdonképpen engem is bemutattak, mint kész, hogy csoda, hogy egy ilyen pici gyerek már fuvolázik, és sose felejtem egy gyönyörű, szép Telemann menüettet. Játszottam, és hát ugye nagyon-nagyon haladtam előre a tanulmányokban, mert hát ittam magamban mindenfélét. Mert megjegyzem, az első napokban, az első fuvoló órán, még édesanyám persze velem volt mindig, és amire hazaértünk, mint afféle kajla gyerek, elfelejtettem a fogásokat. Mert aztán a Laci bácsi nem volt rest, akkor gyerünk, akkor ez az A, ez a G. Szóval elég nagy tempóba haladtunk, és mire hazaértem, bizonyos fogásokat elfelejtettem, az úgynevezett villafogásokat, és hát anyukám tudta. Hát persze ő nem szólaltatta meg sose. És akkor, amikor elkeseredtem, akkor na, mi a gond? Na, hogy kell fogni az ét? Akkor megmutatta. És hát aztán így haladtunk, amikor is hát elkövetkezett az a pillanat, hogy rövid tanulmányok után
a házaspár, akik játszottak a Kaposvári Csiki Gergely Színházban, levittek a színházba egy zenés darab próbájára, de én ezt még nem tudtam, hogy mi. Hát kiderült ez a János Vitéz, és egyébként ez nagyon érdekes dolog, mert ugye az életem során aztán még többször találkoztam ezzel a darabbal, és hát abban meg van a gyönyörű nagy fuvola szóló, az Iluska dala, és akkor Laci bácsi mellett ott ültem, és azt mondja, most akkor ezt próbáld meg eljátszani. Sose felejtem, olyan elánnal játszottam, hogy a zenekari tagok így összerezdültek, hogy mi történt, és ez aztán később azt mondta Laci bácsi, hogy most akkor ott maradsz, és innentől kezdve te fogod játszani, így is történt. És bizony az első sorokban, még az előadáson sose felejtem, mindig így beestek, hogy mi történt itt, ki ez, aki fuvolázik, szóval hát nagy élmény volt. Ettől kezdve ennek a kisfiúnak egyenes útja volt. Viszont mi mindent kellett tenni azért, hogy végül is nemzetközileg is elismert fuvolaművész lehess, hiszen önmagában a tehetség nem elég, ezt tudjuk. Igen, azt szoktam mondani a hallgatóimnak, az, hogy valaki tehetséges, mondjuk a zeneakadémia szinten, az egy dolog, tehát az egy nagyon fontos eleme a mi pályánknak, de ez az elhivatottság, a szorgalom, a mindennapi alázat ugyanúgy hozzátartozik, mert sokan vannak úgy kettelésben, hogy na most van kedvem, és akkor gyakorolgatok, az kevés. Egyébként a mai napig is reggel, este, délben mindig, ha nem is nevezném ezt gyakorlásnak, egy jó karbantartás, mint egy balettáncos is, mondjuk, hogyha egy este eltáncolja a Spartacust mondjuk, akkor az nem úgy kezdődik, hogy magát a darabot eltáncolja, hanem bizony nagyon sok bemelegítő gyakorlattal, hát ez így van nálunk is, és hát és nagyon nagy lemondással. Gyerekkortól kezdve tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy nyáron, télen, más, amikor ment focizni, jó, én is szerettem. De valahogy egy belső kényszer volt, hogy először mindig a hangszer, és aztán utána jött az összes többi. Bejártad a világot, sztárzenekarokban játszottál, Kobayashi Kenichiro, nem sorolom. Mit lehetett megtanulni a világjárás közben, a zenéről, az életről? Mit hoztak a sikerek itthon Magyarországon? Hát ez egy, szóval tulajdonképpen egy adás témája is lehetne. Így összességében azt tudom mondani, hogy a Carnegie Halltól Suntory Hallig, Japánig tulajdonképpen a legnagyobbakkal és a legimpozánsabb koncertekben játszik az ember. Már említettem az alázat, tehát, hogy minden este meg kell küzdeni a sikerért, aztán azt, hogy zenei nyelvezetet tanul az ember, hogy bécsi filharmonikusokkal úgy játszik az ember, hogy olyan berögzött és tradicionális játékmódot tanul, ami nem feltétlen egy egyéni és egy egyéniséget követel meg az embertől, hanem azt a nagyon céltudatos stiláris jegyeket tanulja meg. Sose felejtem, mert picit csapongok, de amikor aztán elmentem karmesterről, és az a vád ért, hogy maguk magyarok nagyon jó muzsikusok, de bizony tanuljanak meg kottát olvasni, mert hogy ott az van, tehát a mi érzelmeinket ez elviszi, és nagyon fontos egy zenekari munkában, hogy az ember az egyéniségét megtartsa, de ugyanakkor egy társas játékosként figyeljen mindenkire. A világzenekarban játszva mennyire fontos volt az, hogy mondjuk egy csellista Brazíliából jött, hogy az oboista német volt, és hogy az ott tanult nem csak hangszer és stiláris jegyeket hogy lehet összeötvözni, úgyhogy gyakorlatilag az ember nem szól egymáshoz, csak hogy egy dallam formálásából már tudja követni a másikat. Ez egy rendkívüli adottság, persze, tehát ugye erre születni kell, tehát az biztos, hogy másképp nem megy, de ugyanakkor kell, hogy az én vezérfonalam mat mégis alá tudjam esetleg egy más hangszerjátékosnak a tudásához és a dallam formálásának
vetni. Tehát hogy ez egy örökös egymásra figyelést is jelent. Aztán az, hogy nagyon nagy termekbe játszik az ember, nagyon nagy közönségre. Nagyon-nagyon sok közönség. Hát ugye Suntory Hall-t ugye tudjuk, hogy 10 000 ember van egy ilyen hatalmas nagy teremben. És hogy megtanulni úgy egy hangszere játszani, hogy azt a hatalmas nagy teret átfújni, hogy az hogy kell. Az ember jó esetben gyakorol egy 5x6-os szobában, és akkor egyszer csak hirtelen ott támad, hogy egy 10 000 személyes koncertterembe, hogy milyen kritérium az, és hogy nem mindenki tanulja. Nekem nagyon-nagyon nagy tanáraim és nagyon jó tanáraim voltak. Hát említettem Kurtágot és hasonló hatalmas neveket, Mihály András, Kró György, Pernye András, tehát olyan megfoghatatlan személyiségek, de mégis azt kell mondom, hogy a zenekari munka az egy más attitűdöt kíván az embertől, és ez a nagy tapasztalás mellett az örökös kutatás, amit most is csinálok. Igen, és ez rendkívüli felelősség. Ugye a te generációtoknak köszönhető, hogy a klasszikus zene elnyerte méltó helyét Magyarországon is. Külföldön mindig szárnyalt, legalábbis a nagy helyeken, amelyeket említettél is. De ezzel a lehetőséggel élni kellett. És apropó, ha már Japánnál tartottunk, akkor az aranyfúvola történetét már ugye hallottam, de a nézők hátha elfelejtették. Hát az aranyfúvola történet, hát sok történet van, most már hála Isten, a jó Isten megadta, hogy több hangszerem is volt, van, és mondjuk az első csodálatos élmény ezzel kapcsolatosan, hát ez még akkor a régi rendszerben kaptam az első hangszert, de hát tulajdonképpen ami a legcsodálatosabb ebbe, és hát kicsit összefügg a nagy teremmel is, hogy kutatások és a leírások és a történészek leírása alapján engem nagyon megkapott az, hogy ennek a hangja olyan, mint a búgó gerlice. És ez a búgó gerlice hang az tulajdonképpen hát ennél szebb és szerelmesebb és csodálatosabb hang nincs is a világon, persze azt mondom minden elfogultsággal, akkor az ember kap egy ilyen arany hangszert, amiben szintén ugyanezeket az attitűdeket, ugyanezeket a lehetőséget kell megtalálni, és hát természetesen a kor előre haladtával, és hát merem állítani, hogy ilyen szempontból a fuvola legfejlettebb és örökké fejlődik, mert ugye hegedű, az most is ugyanúgy néz ki, és ugyanolyan anyagból van, mint a nagy elődök csinálták, vagy a cselló, és a fafúvós hangszerek között is tulajdonképpen a fafúvós hangszer, ami fémből van, a gyerekeknek ez mindig egy aranyos kis játék, tehát ugye egy fafúvós hangszerről beszélünk, hát pontosan az a lényege, hogy ennek a fafúvós mi voltát megtartani, nem pedig egy nagy, erős és mindenen áthatoló, fényes, fémes hang legyen, de ugyanakkor megtartva a kellemes bájosságát, mégis egy vívő erőt adni neki, ez egy nagyon érdekes dolog. Ha már itt tartunk, akkor beszéljünk, amikor elváltak útjaid attól a zenekartól, akkor már megvolt a szintén híres Nicholas Esterházy szimfoni. Ez megint csak egy olyan szelete az életednek, amiről itt Székesfehérváron keveset beszélünk, holott van miről beszélni. Akár csak Heyman kapcsán is. Az Esterházy szimfónia. Az Esterházy szimfónia az tulajdonképpen egy olyan érdekes dolog, hogy picit előrébb kezdeném, még a zenekarban ülve a kollégák mondták, hogy én ezt olyan jól csinálom, hogy mutatom, hogy együtt legyen, hogy nem akarok én dirigálni. Hát aztán visszavetítve az életutamat egészen az óvodás korig, hát persze már otthon is dirigáltam a testvéreimet, de hát ugye ez nem egy komoly dirigálás. És akkor egyszer csak jött hozzánk Karl Anton Oesterreicher, aki hát a ma élő nagy karmester generációt tanította, és akkor a feleségem odaállított elé, hogy van itt egy bátortalan ember, hogy
Tehát nem lehetne az, hogy egy kicsit tanuljon önnél, és akkor mondta, hogy dehogy is nem, hát valamelyik nyáron, akkor menjünk ki. Ki is mentünk, elkezdtem a tanulmányokat, nem akar sokat beszélni, és akkor tulajdonképpen kerültem én át az Állami Hangversenyzenekarba, és utána pedig jött az az igény, hogy tulajdonképpen hát mi lenne, hogyha én is elkezdenék most már a bécsi tanulmányok tükrében dirigálni. És akkor megint visszautalva az én tanáromra, Csupor Lászlóra, azt mondta, na gyere akkor haza, Kaposvárra, és akkor kezd el a zenekart dirigálni. És hát teljesen meglepődtem, az ember teljesen süket lett, teljesen béna lett, hát az teljesen más zenekarban ülni, és zenekar előtt dirigálni. És akkor aztán szépen elindította immár a második pályámat is, és akkor jött egy olyan igény, hogy, hogy már közben csináltam a Naxos lemeztársaságnak, mint fuvolista lemezeket, és akkor beajánlottak, hogy hát én csinálnék szívesen felvételeket, mint karmester is, és hát ez volt az én életem első koncertje a Zene Akadémián, ahol sose felejtem a Beethoven második szimfóniája, mert Beethoven hegedű versenye, és ezt a felvételt küldték ki a Naxos lemeztársaságnak, és akkor azt mondták, hogy ha ez minden lemez ilyen lesz, ahogy ez a zenekar most szól, akkor azonnal megkaptam a Haydn és a Beethoven életművet. Így lett aztán 2000-ben Beethoven összes szimfóniája a világban a vezető hát zenekritikusok döntése alapján a év hanglemeze. Itt már olyan komoly muzsikus társaim voltak, mint a rádiózenekari tagok, az operából a kollégáim, volt kollégáim, illetve akkor már a fesztivál zenekar is létezett, és akkor a rádióból akik átmentek. Szóval hát azt mondom, hogy egy csodálatos, fantasztikus társaság jött össze, és általában mindig éjszaka dolgoztunk, tehát sose az motiválta a tagságot, hogy ezért majd mit kapunk, meg hogy, hanem hogy egyáltalán most végre magunknak egy nagyon nagyot muzsikáljunk. És akkor így indult el az én karmesteri pályám is, ezért persze volt, aki egy Lukas Varas nem adott volna, és aztán amikor jöttek a felvételek, és jöttek a még több, tehát a megrendelés, akkor kezdték elhinni, hogy talán az az ember, mint karmester is tud valamit mondani, és aztán így indult el tulajdonképpen az én karmesteri, hát a szabad ilyet mondani, karrierem. Én mindig azt mondom, hogy ebben nem magát a karmestert kell nézni, mint hogy nem csak a fuvolistát kell nézni, hanem magát a muzsikust, aki a zenét interpretálja a közönsége felé. Mert az, hogy egy karmester, éppen napokban látom, hogy már csináltak a japánok egy karmester imitáló robotgépet is, hát kíváncsi lennék, hogy az igazából milyen érzelmeket... Nincsenek gesztusai. Nincsenek gesztusok, és hát ugye itt a lényeg az, hogy ennek van egy szakmai alapja, ami feltételezi azt, hogy egy zenekar, akár a legutolsó koncertünket néző, több mint 200 ember kell tulajdonképpen kordába tartani, úgy, hogy együtt legyen, hogy senki ne lógjon ki, sem ritmikailag, sem hangban. Ugye ez egy adottság, ez egy képesség, és az összes többi pedig egy belülről jövő zeneiség, tudás, egy örökké való tanulás, persze, ez örökké való tanulást feltételez, hogy az ember aztán azt a tudást, és most jön az a harmadik komponens, ami vagy van, vagy nincs, az a belülről jövő kisugárzás, amit át tud adni a partnereknek és a közönségnek. No, tehát először is ugye 1992-ben végeztél negyed százada a karmesterkedsz is. Mindig párhuzamosan zajlott a fuvola karriered a karmesterséggel utána. Az új évezred meghozta ezt a fantasztikus sikert, és ha már lemezekről beszélünk, azért mielőtt folytatjuk, hiszen 2000-hez fűződik az a bizonyos telefon Péter Fiatillától is, ami Székesfehérvárra hozott, hála Istennek teszem hozzá, viszont kell, hogy beszéljünk egy fabőröndről.
Igen, 2000 volt az az év, amikor is tényleg ide kerültem. Akkor én már közben találkoztam a zenekarral, tehát nem vaktába hívtak engem ide. Itt nagyon fontos megemlíteni idősebb major István személyét, akivel többször beszéltem, és hát tulajdonképpen ő volt a közbeni járója annak, hogy végül is én ebbe a városba betettem akkor a lábamat. Egyébként akkor jöttem haza éppen Új-Zélandról, ahol már az említett Naxos lemeztársaság éppen akkor már székelt. És hát itt ismerkedtem meg Somorjai Feri bácsival is, aki hát az életemnek olyan részévé vált, hogy nagyon sokat beszéltünk sok mindenről, az élet dolgairól is, a zenéről is, az ő tanulmányról, ő ki volt, és hát azt szeretném megmondani, hogy még a mai napig is a lakásomban egy nagyon fontos helyen van, mégpedig olyan helyen, hogy azt mindig látom. Na ez az erekje, mert én csak így mondom, ez egy karmesteri pálca fatokban, amit ő nem kisebb embertől, mint Ferencsik Jánostól kapott. És most képzeljük el, hogy valaki azt az erekét, most is borsozom tőle, amikor én ezt megkaptam tőle, tehát hogy ez egy olyan elismerés, amit nagyon sok minden díjat kaptam, és persze ezek nagyon, nagyon fontosak az ember életében, de egy ilyen személyes valamit, egy ilyen nagy embertől, valakitől kapni, az olyan, egyrészt hitet adott, erőt adott, azt, hogy azon az úton, amin elindultunk, az jó, hogy abban állandóan bátorítást kaptam, hogy csináljam. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezt mondom a hallgatóimnak is, hogy kell persze egy visszajelzés is, és kell mindig inspirálni őket, mert az ember, főleg egy művész ember, elég hamar elveszíti a bizalmát, vagy azt a fajta odaadást, mert hogyha nem kapja meg azt a visszajelzést, hogy az ember tényleg jó úton jár, akkor elbizonytalanul. Na most Feri bácsi, aki ismeri, vagy ismerte, hát ő egy elég erélyes ember volt, és sokszor kritizált, aminek nagyon örültem, hogy például, ha mondjuk Straussokat dirigáltam, hogy azt mondja, most ez túl svábos volt, most mit is jelent az, vagy azt az elegáns bécsi stílust hogy kell, hogy még inspirált arra, hogy igen, ez már nagyon jó, meg ez hallgatható, ez már majdnem olyan, és hogy majd most olyan lett, és ezt meghallani egy olyan kritikával élő emberrel, aki tényleg a mindene volt az, hogy itt ez a zenekar fejlődjön, és hát azzá váljon, amivé vált. Ez részben neki is köszönhető, és hát ha már itt tartunk, akkor mindenképpen szeretném megemlíteni a városban akkor még alkotó művész tanárokat, akik nagy odaadással fogadtak, hittek bennem, és ha persze nem is volt mindig tetszésükre az, amit kértem, de a végeredmény mindig azt mutatta, hogy jó az, amit csinálunk, a közönség visszajelzése, mert ugye minket a közönség fog minősíteni, mert hogyha nem tapsolnak, akkor nem jót csináltunk. Tehát ilyen nincs, hogy én valakinek a rokona vagyok, és majd tapsol. Hát az egy ember, de a 200-500 ember, az akkor fog tapsolni, ha mindenkihez eljut az az üzenet, amit az ember szeretne közvetíteni. Nos, még visszatérve Feri bácsira, örülök, hogy megemlítetted, hiszen 45 esztendeje tanított engem a középiskolában énekzenét. Egyértelmű, és egy mogorva elkötelezett maximalista volt, ahogy igen. Te is, a mogorvát leveszem. Igen. Jó? No. Tehát 2000. Péterfi Attila telefonja idehozott Székesfehérvárra, semmiből kellett felépítened, azért nem a semmiből természetesen, egy kis túlzással ezt a csapatot. Mi fogadott? Melyik volt az az első lépésed, amely megteremtette a lehetőségét, hogy most az Alba Regia Szimfonikus Zenekar immáron két esztendeje profiként olyan legyen, mint ahogy te megálmodtad?
Természetesen voltak elődeim, és ugye a zenekar már elmúlt 100 éves is, tehát ugye több mint 100 éves múltra tekintő zenekarról beszélünk, de mint professzionális, és elsősorban nem a zenei teljesítménye alapján, hanem mint intézmény 2015-ben lett. Ide jutottunk el. Ami engem fogadott az, hogy volt az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, akik nem volt ugye hát mai értelembe vett jogi személy, nem volt intézmény. A zenekar tulajdonképpen a zeneiskola tanáraiból, illetve a vidékükből származó kedves zenepedagógusokból és hát kisegítőkből álltak. A színházban hol ide, hol oda, most a régebbi időkről nem beszélek, de az én időmben már ugye a színházban volt a zenekar, mint aki kiszolgálta a zenekart, ugye várostól kaptuk a pénzt, és természetesen aztán, ahogy ez egyre alakult, egyre jobban tulajdonképpen a színházhoz kötődött, és akkor már elkülönített pénzekkel támogatta a város, mert hát látta, hogy hát nem most menjünk haza, hanem ebben van tényleg perspektíva. És az elmúlt sok koncert, minden évben lemezfelvételek, turnék, külföldi utak tulajdonképpen hát feljogosították arra a várost, hogy 2015-ben önálló intézmény legyen. Ami fogadott tulajdonképpen egy nagyon lelkes csapat, akikről már beszéltem, azokról a zenetanárokról, de azt kell elképzelni, hogy engem az zenekari iroda, vagyis hát nem a zenekari, a színház igazgatói irodában egy úgynevezett zenekari művészeti bizottság, jól emlékszem a tagokra, akik ott nem is félkörbe, hanem körben ültek, és nagyon meg voltam illetődve, mert hát nem is gondoltam volna, hogy én nekem egyszerűen Jóisten ilyen ajándékot ad. És akkor úgy éreztem, hogyha én ezt az ajándékot megkapom, akkor ezt az ajándékot meg kell becsülni, ezt az ajándékot gondozni kell, ezt az ajándékot tovább kell fejleszteni, tovább kell vinni, és mindent, és még egy nagyon fontos dolog volt, hogy mindig meghallgattam, hogy a város mit szeretne, a városban lakó polgárok, a város vezetése, ezért ugye kialakultak, és már korábban is voltak az úgynevezett városnapi koncertek, most hadd ne soroljam el, de az Elevilágnapi, a karácsonyi, az újévi, stb. Az egyéb felkérések, és miután a zenekar, most csúnyán mondom, jól kezdett funkcionálni, egyszer csak a színház és a Péterfi igazgató úr is úgy gondolta, hogy hát akkor milyen jó lenne egy közös munka. És akkor itt jön az én életembe újra vissza a János Vitéz, amit én már mint karmester dirigáltam itt Székesfehérváron, és ez volt az első közös munkánk akkori színészekkel, és hát csodálatos dolog volt, mert hát soha életben nem gondoltam volna, hogy én majd hát egy ilyen óriási nagy daljátékot fogok dirigálni, aztán ebből lett az opera, és hát adna mondjam, igen. Az egyéb... Íve van a történetnek annyi szent, hiszen 17 esztendő alatt számtalanszor megcsodálhattuk a valamennyi klasszikus zenekari mű megszólalt jószerivel Székesfehérváron irányításod alatt, és közben egy dologról még nem beszéltünk, ami nem különben fontos, a tanításról. Hiszen a Zeneművészeti Egyetemen, a Zeneakadémián, illetve a Herman László Zeneiskolában is tanítottál, tehát a szóló karriered helyel közel folytatódott, nyilván nem olyan intenzíven, mint annak előtte. A zenekarnak első számú vezetőjeként, művészeti vezetőjeként, karmesterként helyt kellett állnod, megtörtént, és ráadásul magas szinten kezdtél el tanítani. Ez tulajdonképpen külön-külön is egész embert kíván. Én pedig azt figyeltem meg, hogy mindenütt ugyanazt a 100%-ot, vagy akár még többet teljesíted. Igen, örülök, hogy erről beszélünk. Az is egy, én úgy fogalmazom magamban, hogy sors ajándéka volt, hogy amikor idejöttem Fehérvárra nagy szeretettel, akkor úgy gondolták, akkor zeneiskola vezetése, Bódi Árpád, és sok mindenki más, hogyha itt vagyok, akkor milyen jó lenne, hogy a délután meg ott a szakközépiskolában tanítanék.
fel is fejlesztettük a konziosztályt, nagyon sok növendékem volt, és arra külön büszke vagyok, hogy szinte mindenki a pályára került, tehát akkor a középszintről az egyetemre került, vagy éppen netalántan a Zeneakadémiára, aztán persze országosan is, hát ha akarja, ha nem, nem csak a rossz, a jó is terjed, így aztán fölkértek, hogy legyek a Pécsi Tudományi Egyetem Fóla szakának a vezetője, és aztán akkor ugye változott a világ, mert miért ne változna, akkor hát doktorálnom kellett, mert akkor doktori fokozathoz kötötték azt, hogy valakit ki tudjanak nevezni egyetemi oktatónak, mondjuk például adjunktusnak, és hát ha akartam, ha nem, mert azért ez az ember ennyi munka mellett nem nagyon gondol arra, hogy most még egy önálló foglalkozást is elkezd, és aki doktorálni akar, azt külön mondhatom, hogy most már 4 éves terminusra tevődik ez a doktori fokozat, hogy annyi évet kell erre szánni. Hát közben azt is elindították, hát na, itt is segítséget kaptam, mert azért megmondom őszintén, amikor kiderült, hogy mi minden kritériumnak kell megfelelni, akkor hirtelen úgy éreztem magamat, mint egy 23 éves egyetem, friss egyetemet végzett hallgató, és hát azért nem volt könnyű. Akkor az is megvolt, akkor közben habilitáltam, akkor docens lettem, és a docensből lett aztán egyetemi tanár. Az egyrészt természetesen elismerése az egyetemi munkásságomnak, de ugyanakkor ugye a rendszer pedig megköveteli, hogy a bizonyos karnak bizonyos számú professzorai legyenek. Így aztán nem volt kérdés, hogyha akarom is, meg ha nem is akarom, muszáj volt ezt meglépni, és ma a két egyetem és a doktoriskola, aminek szintén hát tagja vagyok, a Pécsi Tudományi Egyetem doktori iskolájának, ez már olyan szintű elfoglaltság volt, hogy úgy éreztem, hogy ez már nagyon sok, és ezt felelősséggel nem lehet bírni. Ezért a Pécsi Tudományi Egyetemen az állásomat azt feladtam, és most már csak a Zeneakadémián vagyok egészben, ami hát egy rendkívül felelősségteljes dolog, mert ugye egyénileg képezzük a művészeket, és tulajdonképpen az egész élet útját meg fogja határozni az az 5 év, illetve hát 6 vagy 7, attól függ, hogy most még doktori fokozatot is akar tenni, akkor az majdnem összesen 10 évről beszélünk. Hát ez egy őrületes felelősség, ugye a kamaszból lesz a fiatal felnőtt, és azt a fiatal felnőtt életet kell nekünk a legnagyobb felelősséggel, egyrészt a példamutatással, egyrészt azzal a szakmai tudással, amit van, azt átadni, illetve azokat az utakat, azokat a kapukat kinyitni, amire látjuk mi pedagógusok, egyetemi oktatók, hogy arra kell menni, de úgy mindenkit ahhoz a kapuhoz kell vezetni, ami az ő útja. Azt ő még nem tudja. Nem. És hogyha nem tetszik neki, azon a kapun nem fog átmenni. Szóval ezek egy nagyon érdekes dolog, és egy nagyon összetett feladat, és hát ez már nem tudom, az a 6. ember lenne, igen, amit kéne csinálni. No, a idei nyár megérkeztünk a MÁ-ba. 2 hírt hallottam, az egyiknek szívből örültem, amikor megtudtam, hogy Székesfehérvár megyei jogváros képviselőtestülete augusztus 20-ára, amikor kijelölték az elismeréseket Szent István ünnepén, hogy Drahos Béla díszpolgár lesz. Ennek szívből örültem. Aztán a másik, ami meg letaglózott kis híján, hogy amikor hírét vettem a távozásodnak. No, tehát hát most is nagyon nehéz megállnom, hogy ne érzékenyüljek-e, mert én soha nem gondoltam volna, hogy ilyen megbecsülésben lesz részem. Én az első reakcióm is az volt különböző felületeken, hogy ez persze, ezt én kaptam, de én ezt úgy tekintem, hogy kapta az a csapat, az a zenekar, akikkel én ezt a szép, nagyon nagy nehézségekkel megtüzdelt
utat végig jártam. Úgyhogy ehelyütt a nyilvánosság, remélem talán nézik is páran, hogy én ezt a díjat nagyon szépen köszönöm, és tényleg őszintén komolyan úgy gondolom, hogy ez a zene győzelme. Azok a kóruskarnagyok, akikkel sok esetben, sok vitám, sok nézeteltérés volt, de mégis minden koncert egy örömünnep volt. Azok a zenekari tagok, akik már koruknál fogva is nem muzsikálnak, vagy nem tanítanak. Tehát én ezt úgy gondolom, hogy ez a közös ajándékunk, a közönség díjunk, és tulajdonképpen azért érzem úgy, hogy ez egy olyan díj, amit nem csak én kaptam, hanem minden ennek a résztvevője is. Az, hogy én a zenekari munkát feladtam, talán már említettük, hogy 2015-ben, azért azt szeretném elmondani, hogy, és azt jó, hogyha mindenki tudja, ma az csoda, hogy egy zenei intézményt ebben az országban, amit köztudott, hogy nagyon nagy költségvetést és nagyon sok pénzt igényel, létrehoztak. Ez persze, mondhatnám, hogy az én sikerem. Ez mindenki, aki ebben dolgozott, közös sikere. Közös siker, de mégis azt kell mondjam, hogy ha név szerint nem is tudok megemlíteni mindenkit, de az önkormányzatot és dr. Cserpalkovics András muszáj megemlítenem, mert végül is ez alatt a hosszú-hosszú idő alatt ők lépték meg ezt a nagyon határozott és nagyon felelősségteljes lépést. Úgyhogy én azt mondtam polgármester úrnak az első hír hallatán, hogy ha semmi más nem csinált, már is történelembe beírta a nevét. Jó, mi is egy kicsit, de a távozásom, nem távoztam. Vagyis úgy érzem, ha ezt a díjat kaptam, akkor ez olyan felelősséggel jár, hogy kell, hogy a szemem itt legyen Fehérváron, és itt is van. Az, hogy a zenekar olyan szintű munkák és olyan szintű intézményi megfelelések vannak, amiket én és a tanári munkámból is fel kellett adjak, vagy le kellett szűkítenem azt a kört, hogy tudjam felelősséggel és még nagyobb odafigyeléssel Fehérvár zenei életét követni. Odafigyelni, segíteni, és hogyha engem hívnak dirigálni, akkor azt nagyon szépen megköszönöm. És még egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék, nem szabad a fejlődés útjába állni. Ezt mindenkinek meg kell tanulni, ezt mindenki jó, ha tudja, hogy minden nap meg kell újulnunk. Ezt nagyon szépen köszönöm a volt tanáraimnak, akik erre külön felhívták a figyelmemet, hogyha ma csinálsz valamit, az holnap már elévül. Tehát kell minden nap valami újat csinálni, és én igyekszem ennek megfelelni, minden nap gyakorolok, este, ha késő hazamegyek, előveszem a hangszeremet, és annál nagyobb boldogság nincs, hogy új dolgokat felfedezek, és én a zenekart szeretném segíteni, de napi szinten azt a sok mindent én nem tudom már értem felvállalni, mert az én felelősség és az én pályám az, mint a versenylónak, hogy versenyezzem. Az egyéb munkát persze azt is meg kell csinálni, és erre már sem időm, sem pedig ahhoz tehetségem nincs. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy az ember belássa. Megértettem. Nos, ennek ellenére azt a 17, azt a két évtizedet köszönjük neked minden zenekedvelő nevében. Nyilvánvaló, hogy fogunk még találkozni. És szívből gratulálok az elismeréshez. Azt hiszem, hogy nagyon jó helyre került. És köszönöm, hogy voltál nekünk, hogy vagy nekünk. Köszönöm én is a beszélgetést. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetést látták. Vendégem Drahos Béla, Székesfehérvár díszpolgára volt. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.